Folytassuk is a délelőtt műsorát, méghozzá Philipp de Schellenderrel, karmesterrel, csellóművésszel és feleségével, Petró Kinga de Schellenderrel, Bercel kistérségfejlesztőivel. Szervusztok, Isten hozott benneteket! Köszönjük szépen, hogy itt lehetünk. Itt, ez a... itt vagyunk az adománynap előtt néhány nappal, amikor is olyan vendégek érkeznek hozzánk, akik hát mi barátként tekintünk rájuk. Mindegyik vendégünkre, de azt gondolom, hogy most különösen ezen a héten önök, akik rendszeresen itt vannak, rendszeresen részt vesznek jelenlétükkel és egyéb módon támogatják a televíziónkat. A ti esetetekben, ti mikor találkoztatok először a tévével? Hát 10 éve? Hát igen, az Ulrichnak. Majdnem az elején. Ulrichnak köszönhetjük. Igen. A... Kisulrichnak. Kisulrichnak köszönhetjük a találkozót, ő volt. Mi történt ezen a találkozáson? Hát az Ulrich, ez nekünk nagyon fontos, mert kicsit összeköti a két kultúrát, tehát a francia kultúrát és a magyar kultúrát, mind a kettőt jól ismeri, mind a két helyen élt, és ezért aztán, amikor ő összeismertetett minket a Péterrel, illetve a Management by Jesus mentén mondta, hogy van itt egy fiatal ember, akit meg kell, hogy ismerjünk, akkor ez egy olyan, azt hiszem, hogy egy ilyen isteni vezetés volt egyébként. Ha szabad mondani, nekem is fontos volt egy nagyon praktikus ok miatt, mert még nem nagyon jól beszélek magyarul, de akkor, amikor ismertünk Magyarországon, nagyon kevés emberrel tudtam beszélni, és a úr is nagyon jól beszélt franciául, és nekem ez nagyon-nagyon jó érzés, hogy szellemi dologról nem csak apró dolog, hanem ilyen mélyen beszélgetés tudunk tartani együtt. És ez nekem nagyon fontos volt. És a gyerekünk is. Gyerekeinknek is, igen. És egyébként Bercelnek köszönhetően mi ült el ez a kapcsolat? Mert nekünk ott van egy nagy... Bercelnek köszönhetően történt az eleje, de egy kicsit úgy vagyok vele, hogy ez tényleg ez a kifejezés, ez a magyar kifejezés, hogy Isten fizesse meg. Ez már a mi kapcsolatunkban is, a 10 éve tartó kapcsolatunkban a Bonum TV-vel, valahogy ez mindig ott van. Tehát szerintem a Péter is ezt mondaná meg én is, hogy néha csak úgy nézzük, hogy miért is haladunk ennyire szorosan a Bonum TV, illetve a Berceli Kistérség fejlesztés, hogyan halad ez így egymás mellett ennyire párhuzamosan. Mi, amit tudunk, adunk, és a Bonum TV-től mi nagyon sokat kaptunk. Tényleg nagyon sokat. Tehát az ima háttér, én úgy vagyok vele, hogy az ima háttér az akkor, amikor az egyik nagyon kedves ismerősünknek volt szüksége egy komoly műtétre, és akkor ráadásul Spanyolországban, és tudtam, hogy mikor lesz a műtét, és akkor ide telefonáltam, hogy legyenek szívesek mindenki, aki tud imádkozni ezért a fiatal hölgyért, 5 gyerekes most már fiatal hölgyért, és az a tudat, hogy itt most sokan imádkoznak a Bonum TV-ben, ez egy olyan érték, ami felmérhetetlen. És a mi kifejezésünkben, hogy Isten fizesse meg ebbe a magyar köszönetben, ez szerintem mindig is egy ilyen tanúságtétel. Igen. Hogy mi nem tudjuk, hogy az, amit mi adunk, az igazából kinek mit szolgál, és nem is az a lényeg. Sőt, az a jó, ha nem tudjuk. Egyébként ez az isteni gondviselés olyan vicces, hogy ezt úgy szoktuk hívni, az Isten fizesse meg itt a barátaimmal, hogy ez a vatikáni valuta. Ami nem tudjuk, hogy hogyan térül meg, nem tudjuk, hogy ez tényleg láthatatlan, nem tudjuk, hogy amit ilyet éppen adunk, akkor az... Így. Mi csak bízni tudunk abban. Ez a ti életetekben hogyan? Én azt mondhatnám, hogy nap mint nap megtapasztalom tényleg. Tehát ez egy, és valahol pont ma idefele jövet gondolkoztam azon, hogy akkor megy el rossz irányba, hogyha ugye van ez a feladat, hogy ne tudja a bal kezed, hogy mit csinál a jobb, és hogyha ha mi ezt úgy csináljuk, hogy tényleg megéljük így, hogy nem tudod, hogy miért teszed azt, amit teszed, miért adod azt, amit adsz, hanem bízol abban, hogy az Úr megfizeti, akkor minden oké. De ha elkezdjük másban, mint kegyelemben denominálni, tehát forintban, euróban, aranyban, bármilyen értékben elkezdjük, de akkor nem az Úr vezetését követjük, hanem akkor jön a mammon. Tehát akkor, igen. És ezért van így, hogy nem tudsz két urat szolgálni, mert hogy vagy ebbe denominálod, tehát vagy kegyelemben adod, és aztán jó helyen van. Hogyan térül meg. Igen. Igen, igen. És nehéz így élni egyébként sokszor, hogy ennyire belekapaszkodni az isteni gondviselésbe? Mert azt gondolom, hogy ez a keresztény életünknek a legnagyobb kihívása. Amikor azt mondjuk, hogy vegyük fel minden nap a keresztünket, akkor az igazából azt jelenti, hogy én ott az isteni gondviselésben merek, rámegyek arra hagyatkozni.
Hát nehéz adni. Nem tudom, tehát Filip, ő eleve olyan, hogy ő nagyon sokaknak ad. És nagyon sokak, és azt hiszem bízik is bennem, hogy amit én csinálok, az, és az ő részéről ez egy számomra hatalmas kegyelem, tehát, vagy amit szintén nem ő ad, hanem úgy érzem, hogy a Jóisten adja, de az, hogy hát, tényleg... elnézést, hogy felszólom, de amit én adom, ez semmi lenne, ha nem a Kingát csinálna. Ez nem, biztos. Tehát mi tényleg, nekem én nap mint nap megtapasztalom ennek tehát most ez lehet, hogy félre ne értsd, hogy tényleg úgy érzem, de elmondok egy csodát, amit lehet, hogy már mondtam, mert annyira, ne, kérlek, annyira az életemben olyan időben, akkor még Párizsba éltünk, Párizstól 60 kilométerre délre éltünk, és elég gyakran mentem be autóval, autópályán Párizsba. És egyszer megálltam annál a kis fizető kabin mellett, ahol még ilyen kabinnal kellett fizetni, nem automatával. És úgy voltam, hogy most annyira sajnáltam azt a valakit, aki a nap 8 órájába, 10 órájába ott ül ebbe a kis kabinba, hogy így nem tudtam, úgy éreztem, hogy valamit muszáj neki adnom. Tehát nem. És volt egy táblacsoki a másik ülésen, és akkor odaadtam neki a táblacsokit. És valahogy, tehát hogy ez egy ilyen vezetés volt, ami vagy egy érzés inkább. És beérek Párizsba, leparkolom az autót, felszállnék a metróra, tehát mentem le a metrón, és akkor ugye vannak ezek a nagy billboardok, ezek a igen, nagy... Hirdetőtáblák, igen. Az első, tehát ahogy lementem a metróba, mi volt kiírva? Nagy betűkkel, akkor betűkkel, merci pour le chocolat, köszönöm a csokoládét. De ezen mindig majdnem elbőgöm magam, amikor eszembe jut, mert ilyen, tehát az Isten ilyen. Igen. Ilyen. Igen. Valahogy mindig megmutatja, hogy igen. Éppen hogy igen, én látom. Igen. Csak hinni kell, hogy lehet találni a kapcsolat a kettő között. Mert ha mindig gondolunk, hogy az veletlenül ez úgy történt, akkor nem is tudunk elvezni és érezni ez a pici apró dolog, ez egy kicsi igen. Jelent. Így van. Akkor illi színjú? A jeleket. Igen. Nem vesszük az antennáinkat. Igen, pontosan. Igen. Beszéljünk picit Berceről, ugyanis szerintem ez is az isteni gondviselésnek egy nagyon erős térsége ott Bercel, ahogyan itt nektek is köszönhetően hihetetlen mértékben átalakult. Mi az, amit ti láttatok Bercelben, ami annyira megfogott, hogy azt mondjátok, hogy ti ebbe időtöket, energiátokat minden módon szeretnétek segíteni ennek a térségnek a fejlesztését, fejlődését? Na. Hát én nagyon sokat láttam benne, de kíváncsi vagyok, hogy hát, te mire? Nekem ez nagyon különösen fontos, hogy a falu mellett van egy kis híd, és amikor észrevettem, hogy a hivatalos név a Istenhegy, hát gondoltam, hogy ez megint nem veletlenül. És akkor... Egy kis domb, 300 méter magas domb. És barátommal kezdtünk felújítani, mert ez egy olyan dzsungel, magyarul lehet mondani, dzsungel volt, hogy nem is lehet bemenni. Bozótos hegy. És akkor kezdtünk kis ösvény, utána kis... És most egyre szebb, és akkor csináltunk egy kis keresztút, és a tetején egy nem nagy, de 3 vagy 5 méter, akác kereszt. Tulajdonképpen egy kávária lett ezen, igen, az Istenhegyen. Igen. Hát az egész Istenhegy egy bibliai sétapark. Igen, az elején csak egy keresztút gondoltam, igen. És aztán amikor több hely tisztáztunk, akkor gondoltam, hogy van egy Abraham tér, egy Mozes tér, és észrevettem, hogy több ember, nem csak a ismerős, hanem a faluból jönnek és sétálnak és imádkoznak benne. Van egy hely, ahol egy Mária kis szobor hoztam a Lourdesból, és amikor először láttam virág, amit nem én hoztam, és valaki volt, és valaki a faluból jött itt imádkozni, és mindig hoz új virág. Ez nagyon, ez a siker. Igen, akkor valahogy az, hogy nektek, bennetek ez a vízió, feltételezem a Szentléleknek köszönhetően megszületett, hogy de jó lenne ez az Istenhegyen tényleg az Istennek szentelni, egy káváriát létrehozni, akkor ebben valahogy ugye a falu is látott lehetőséget, vagy arra, hogy egyfajta találkozási lehetőséget az Istennel. És van egy ember, aki minden nap, télen, nyáron is,
napfelkeltével, pont, akkor reggel ez később, télen ez később, nyáron ez nagyon korán, minden nap megy körbe sétálni. Tehát most hát ez, már szerintem igen. A berceliek kezdik látni, amit egyébként mi se láttunk, tehát hogy részünkről is egy ilyen bizalom volt, vagy egy ilyen vezettetés, hogy merre menjünk, de most már a berceliek is kezdik látni, hogy lett egy közparkjuk igazából, ami ráadásul ilyen szép helyekkel. Filip csinál egy kis térképet, ahol meg lehet, most pont tegnap írt valaki, hogy mentek volna táborozni, ilyen cserkésztábor, tehát hittan tábor szervez valaki, és írta, hogy meghiúsult az a helyük, ahova mentek volna az idén, és hogy jöhetnek-e az Istenhegyre. Mondtuk, hogy persze. És hogy hova? Hát mondtam, hogy hát válasszanak. Mert hogy van a Szent József terasz, ami tényleg egy ilyen gyönyörű, most Filip csinált árnyékos ligeteket is, ahol lehet sátrazni, úgyhogy most, tehát tényleg egy ilyen sokak által tulajdonképpen egy ilyen lelki gyakorlatos helyé is átalakult Berce. Pontosan. És érzitek egyébként, vagy már látjátok a gyümölcseit olyan szempontból, hogy akár a faluban is egyfajta, nyilván ezt nehéz mérni, ezt nem is nagyon lehet, hogy ez a lelki megújulás esetleg a falun belül, említetted Filip ugye azt az úriembert, aki minden egyes hajnalban ott van és tesz egy sétát, hogy látjátok azt, hogy tényleg átalakul a falu is lelki értelemben? Hát ez igen, ahogy mondod, nagyon nehéz mérni. Én inkább még apróbb jelekben mérem. Tehát az, vagy mérem, nem is mérem, hanem vannak ilyen kis apró jelek, amik így abba az irányba mutatnak, hogy ez az emberek egymásnak elkezdenek adni. Tehát, hogy nem, hogy már senki, én magam is megkaptam azt a felajánlást, és nem, látom nem csak saját magam felé, hanem mások felé is, hogy már nem, hogy ott, mintha el lett volna ültetve, és nem mi ültettük el, tehát most nem, hanem valahogy a Jóisten oda elültette ezt a pici magvat, hogy adjunk, és akkor... Tehát ezt a hitet valahol úgy érzem, egyre inkább megtapasztalom, ilyen apróbb dolgokban. De most volt például szintén a napokban hívott föl egy hölgy, egy másik kis faluból, hogy szüksége lenne segítségre, hogy vigyem el, legyek vele egy fontos megbeszélésen, nincs aki elvigye, nem tud hova följön, meg amúgy is szeretné, hogy mondtam, hogy persze, jövök. És akkor vissza, és akkor elkezdte nekem mondani, hogy hát akkor majd ő mit ad nekem. És mondtam, hogy... Nekem mert belénk van ez már valahogy, igen. Ez már így belénk van kódolva, hogy ahogy valamit kapunk, akkor mi egyből adni szeretnénk valamit cserébe. Igen. És hogy tudjunk kapni is úgy, hogy bízunk abba, hogy tényleg, amikor kimondjuk azt, hogy Isten fizesse meg, ez egy, tehát aki tudja nyilván, az adja tovább. Tehát már nem ugyanattól fogod te megkapni, mint akinek te adtál. De hogy ez az isteni bank, ez létezik. Igen, így van. Isteni bank. Ti, akik ennyire aktívan részt vesztek a televíziónak az életében, látjátok a múltját, most részt vesztek a jelenben is, miben reménykedtek a jövőre nézve, hogy ti hogyan szeretnétek látni ezt a televíziót, mondjuk 5-10 éven belül? Ja, most idefele jöttünk, jövet, mondta a Filip nekem, hogy ő így ezt a szót használta, hogy le van nyűgözve franciául, tehát hogy az, ami itt... Egy új szót tanultam. Ezt akartam mondani magyarul. Igen. De tényleg a múlt, ez egy fantasztikus kaland, lehet mondani, hol volt. Igen, abszolút. Igen. És szerintem, ha mindenki segíts, és ezért van ez a Teleton, hogy tudunk támogatni többet, jobban, akkor senki nem tudja a jövőt, de látom egy fantasztikus jövő. A Magyarországon ez érzem, amikor visszajövök a másik Európa országból, hogy ez a hit és a
kereszténység, ez sokkal erősebb. Egyébként Spanyolország is, de Franciaország sok munka, sok bonum tévékéne. Sok bonum, igen. Igen. Én még csak egy szót, hogy amit én így látok, vagy inkább érzek így hogy egy jó lehetőség lenne számunkra, vagy inkább azt mondanám, hogy egy feladat az, hogy tényleg kifele is szóljunk. Tehát nem csak a... Mert nekünk van mondani valónk. Ha más nem ezt a... Nem tudom, hogy más nyelveken hogy van az Isten fizesse meg kifejezés, de ezek a régi magyar, akár csak a himnuszunk. Tehát azok, ami tényleg... A magyar értékeket, keresztény értékeket. Kifelé egy kicsit jobban felajánlani. Aztán majd a Jóisten csinál vele, amit ő jónak tart. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, különösen azt, hogy itt van egy házas pár, akiknek azt gondolom, hogy az élet példája az, hogy ennyire az isteni gondviselés, ennyire a központi eleme a ti életeteknek. Azt gondolom, hogy ebből a TV is tud közösen mindannyian tanulni, és tényleg egész Magyarország, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, Petró Kinga, de Salandernek és Filip de Salandernek. Köszönöm. Köszönjük szépen.